Régóta tervben volt, hogy a két művész egy színpadon álljon. A Cirkusz Hercegnőben a színészt Eszenyi Enikő rendezte. Akkor döntöttek úgy, jó lenne egy közös projekt, ez lett az Életrapszódia. Életem egyik legmeghatározóbb élménye volt a Cirkusz Hercegnő, és ezt nem azért mondom, mert Enikő mellettem ül, hanem azért mondom, mert sokkal több volt, mint egy operett, de ezt a benne játszók és a nézők is egyaránt így gondolták. Tehát Enikő valamit tud, amit ebben a szakmában nagyon kevesen, vagy talán senki így nem beszéli a színházat, hogy ő. A két művészt összeköti a Törőcsik Marihoz fűződő kapcsolat, hiszen Máté unokaként szerethette, Enikő pedig példaképének tartotta a legendás színésznőt. Épp most meséltem Enikőnek, amikor jöttünk ide, hogy az Irodkő szállodába jártunk telefonálni Mari mamával, mert ugye akkor még nem volt vonalas telefon, ugye, vagy nem volt vonalas telefon a házában. Ezt mind ma este, ezt mind el fogom mondani. De azért, mert az estben is természetesen benne van, tehát egyikünk életéből sem hiányozhat Törőcsik Mari jelenléte. Nyilván nekem van egy családi kötődésem is, Enikőnek meg hát rengeteg közös szerep, rendezés, stb. Erről is fogunk természetesen beszélni, hiszen olyan dolgokat választottunk, amiről nagyon jól tudunk mesélni a nézőknek, férfiről és nőről szól, de azon belül azért nagyon sok minden belefér ebbe az estbe. Tehát amikor leültünk átbeszélni, hogy miről legyen itt szó, akkor azért sok kedvencünk is bele tudott kerülni, olyanok, amik nekem mondjuk fontos szerepek voltak, vagy mit tudom én, Enikőnek olyanok, amiket talán én kértem, hogy az legyen, az mindenképpen énekeld el, vagy hogy az kerüljön bele, mert olyanok, amik nekem az Enikőről, vagy az Enikőnek róla eszébe jutottak. Nekem a pályámat két nagy színésznő határozta meg, Rutka Éva és Törőcsik Mari. Ugye Évával sajnos kevesebbet játszhattam, de Marival nagyon sok filmben játszottunk együtt, és játszottunk ugye a Pesti Színházban, és később rendezhettem is őt. Úgyhogy én ezerszárral kötöttem hozzá, és én is jártam nála velemben, ültem a diófa alatt, és beszélgettünk, tehát hozzám nagyon-nagyon közel állt, mint művész is, de mint ember is. És ez is egy olyan pont, ami azt hiszem más két emberben nincs meg ennyire erősen. De ugye ez is egy ilyen ragasztó volt köztünk, azt hiszem, hogy a Mari óriási hatással volt ránk, és nagyon-nagyon szerettük őt. Eszenyi Enikő jól ismeri Kőszeget. Kali Ágnes költővel kutatott már a városban, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ösztöndíjasaként állította színpadra Szendrei Júlia történetét. Nagyon sokat köszönhetek Miszlivec Ferenc professzor úrnak, mert először is itt kutathattam ebben az intézetben Szendrei Júlia életéről Kali Ágival. Egy hónapot itt voltunk, és minden segítséget megkaptunk, és nagyon hozzátett a munkához, hogy ilyen nyugodt körülmények között ennyi segítővel tudtunk olyan dolgokat, összefüggéseket felfedezni, mert hiszen mi nem az életrajzát kutattuk, hiszen azt nálunk avatottabbak már megtették, hanem tulajdonképpen egy csomó konstellációt és összefüggést fedeztünk föl. És ez volt az első találkozás Kőszeggel, és nagyon megszerettem a várost is, nagyon jó volt itt dolgozni, és aztán professzor úr többször megkért, hogy legyen közös együttműködés, és én ennek nagyon szívesen eleget tettem, mert egyrészt nagyon sokra értékelem az ő munkáját, és amit Kőszegért tesz, másodszorban pedig a Szentrei Júlia című darabot éppen akkor mutattuk be, és elhoztuk a zsinagógába, és ez olyan nagy siker volt, és annyian jöttek, hogy hú, hát ez milyen nagyszerű volt, és akkor már szó volt arról is, hogy ugye a Mátéval itt próbálunk, és akkor mondtam, hogy jó lenne, ha eljöhetnénk Kőszegre, és akkor most itt vagyunk. Úgyhogy köszönet érte.
Eszenyi Enikő és Járai Máté színházi jelenetekkel, monológokkal, dalokkal és improvizációs játékkal szórakoztatta a közönséget. De nem az a pláne, hogy ide jártam, hanem te voltál a szeretőm. Hát aztán ott hagyott egy fiatalabb, én nem? Az intézet szervezésében életre hívott esten részleteket láthattunk Kornis Mihály körmagyar, Parti Nagy Lajos ibusár, Martin McDonagh a Kripli című darabjaiból. De belevágtam legalább. Muszájból belevágnom, mert ki kellett erről a helyről szabadulja bármi áron. Ahogy a mamámnak meg a papámnak is ki kellett őnékig szabadulniuk innét. A nehéz drámai jelenetek mellett népszerű dalok is megszólaltak. Járai Máté a kabaré híres konferenciéjának bőrébe bújt, de úgy énekelt el Edith Piaftól a Pádamot, hogy az ég is beleremegett. Ó, ihletem van! Ó, jaj! Atyám nem szereti, ha korán hajnalban kihosonkodok a csatatérre. Ideje hát lány is strandolásomból kibontakozni, meg testem bizseregve érez. Eszenyi Enikő pedig arra is képes, hogy egy 3 perces dalban egy életdrámáját sűrítse. Nem lenne pont, melyre leülni ingyen is szabad, mert a kócos fiú is leül, s nem maradunk ott este egyedül, s ha nem ragyognának a csillagok, nem lettem volna az, aki vagyok. Eszenyi Enikő és Járai Máté a jövőben is együtt dolgozik majd, hiszen Kecskeméten egy időben próbálnak. A színésznő a Szilviát rendezi, Máté az Oscar cím szerepét játsza. Az is egészen elképesztő, hogy én az Oscar című darab főszerepét fogom próbálni akkor, amikor Enikő rendezni fog Kecskeméten. Ráadásul most már nem titok, hiszen nem, ezt most már lehet mondani, hogy azért Enikővel a főszerepben 20 éven keresztül ment a Vígszínházban a Szilvia című darab, amit csak én jó magam legalább 30-szor láttam szerintem. És a Kecskeméti Színház is műsorra tűzés, hát ki más rendezné, mint aki ezt 20 éven keresztül színvonalasan, repertoáron és műsoron tudta tartani, Enikő, úgyhogy ő rendezi a kollégáimat majd Kecskeméten, és az azért nagyon jó, mert mi szeretünk együtt bandázni, és túl azon, hogy együtt vagyunk a színpadon, szerintem mi nagyon, a próbáink nagy százalékát egyébként szerintem az életről való beszélgetésünk tette ki, és hogy mennyire jó volt megosztani ezeket, amiket a most mi gondolunk a világról, vagy így egyáltalán. Szóval nekem nagyon fontos volt az ő barátsága egyébként, mert én tudtam, hogy amikor nem ismertem, akkor is tudtam, hogy mi jóba leszünk. Tehát egyszerűen ez nem volt kérdés. Eszenyi Enikő a Csengeri Alkotóközpont vezetőjeként a világ minden részéről hazánkba érkező fiataloknak tanítja a mesterséget. Missziójának tekinti a tanítást. Én missziómnak tekintem, hogy azon a helyen, ahol én születtem, létrehoztam egy olyan helyet és egy olyan alkotócsapatot, akik próbálják a tudásukat a fiatal generációnak átadni, és én ezt nagyon fontosnak gondoltam mindig, és nekem ez óriási öröm. De én rajtam nem fog akad, én nevem Majkálói Mihá. A közönség szűnni nem akaró tapsal ünnepelte a művészeket, a zongoránál Mester Dávid ült, megidézve egy egész zenekart. Koncentrált figyelemmel kísérte a színészeket. A következő évadban Enikő Hamletet és Szent Ivánéi Álmot rendez, sokat utazik majd, külföldön is lesz bemutatója, de abban biztos, hogy visszatér Kőszegre. A napsütés.